Általában sokan szoktak eljönni, sok a szurkoló, sok barátom van itt, jó nagy nyomak vannak, jól belocsolják a fiúk, úgyhogy szeretek igen itt motorozni. Szeretnék mind a két futamon egy jó rajtot venni, aztán egy magabiztos tempóra beállni, és megnyerni mind a két futamot. Az ellenfeleim Hugyecerik, ugye aki így évközben is már ellenfelem volt. Itt a román barátom Tompa, Krisztián, Pergel Bence, ezek a úgymond ellenfeleim. Hát eltörtem a kulcsontom, a felkészülésben nem volt lehetőségem motorozni, tehát kellett védjem a kulcsontomat. 5 hét, tehát a múlt hét végén kezdtem el motorozni. Sikerült másodiknak elmennem rajtból, a boti egyáltalásért így átvettem a vezetést, mentem egy nem tudom pontosan 2-3 kört első helyen, aztán majd elkerült Erik, aztán a futam vége előtt 3 körrel jött Laca, gyorsabb volt, nem tudtam tartani, elkerült, és így beértem harmadiknak. A rajtól kezdve az egész futam az picit stresszes volt, ugyanis nem volt a legjobb a rajtom, bár aggattam, talán 10. fordulhattam el, és utána fokozatosan jöttem felfele, volt benne sok előzés, nagyon jól fekít a pálya, szeretem ezeket a mély nyomokat, sikerült megnyernem, és ez lesz a cél a második futamban is. Úgy készültünk, hogy a családosok tökéletesen jól érezték magukat, mind az anyukák, apukák és a gyermekek. A fókuszban a gyermekek vannak, tehát nekik kis motorozással készültünk, hogy bele tudjanak kóstolni, mi az a benzingőz, mi az, hogy húzni a gáz, de természetesen ez tök biztonságot, mert visszatekertük a gáz. Ezen felül készültünk nekik ugrálóvárral, óriás ugrálóvárral, ez is ingyenes természetesen. Nem abban hiszünk, hogy elérjük a színvonalat, hanem hogy a tetejét megüssük, hogy a maximumot kihozzuk, hogy tényleg egy olyan pályával várjuk ezt a 125 motorost, ami méltó egy bajnoksághoz. Szóval az a cél, hogy mindegy misszió, hogy hirdessük azt, hogy a motocross az menő, az jó, az családi program, és szeressék az emberek a benzingőt. Vártak nála, biztosan sokkal jobbra sikerült ez a hétvége. Sajnos a nyári szünet vége az nem úgy alakult, ahogy azt terveztük. Lokettban az EMX2-t-én eltört a lábfejem, és abból már úgy, ahogy felépültem, utána elkezdtünk újra motorozni, és utána kiugrott a vállam. Második futamban sikerült elhoznom a rajtot, aztán igazából egy körig bírtam vezetni, utána
Lacáék meg Erik nagyon hamar átment rajtam. Aztán biztosan nem akartam semmit kockáztatni, kategóriámat sikerült megnyernem, így összetettet is nyertem. Azzal nagyon meg vagyok elégedve, úgyhogy kellemes csalódás volt ez a hétvége. Mindig ugyanúgy próbálok a rajtgép mögébe állni, jó közel a kanyarhoz, és jó működött nagyon a motorom, jó ki tudtam jönni, és elég jó rajtokat vettem. Szóval a második futamra már jó fáradtan álltam oda, sikerült itt is egy elég jó rajtot venni, harmadik körül, első kör végére már első voltam, nem tudom, futam feléig körülbelül tartottam is az első helyet, aztán kipukkadtam, nagyon elfáradtam, annyira nem vagyok elégedett, mert mindig nyerni szeretne az ember. Egy ember lesz, akinek majd örülök, ha elver, az a kisfiam, de hát megbékéljünk vele, holnap ugyanúgy kezdődik a hét. A másik futam a rajtja az nem sikerült olyan jól, harmadik, negyedik lehettem, és szép nyugodt motorozással szedtem lefele az embereket szépen lassan, aztán Erikkel egy 5-6 kört csatáztam, de ez pont arra elég volt, hogy kifigyeljem, hol vagyok gyorsabb. Egyik tiszta körömnél, ahol nem voltak lekörözöttek, ott megpróbáltam megelőzni, sikerült is, rá két kanyarra visszaerőzött az Erik, következő kanyarból visszaszúrtam Eriknek és átvettem a vezetést, és a futam végéhez meg is tartottam, úgyhogy a mai nap az egy-egyes eredménnyel összetett is egy lett. Három hétig beteg voltam most így egymás után, még kedden is edzésen elég rossz volt a tüdőm, de így szépen napról napra javulgatok. Még van egy forduló, az még kérdéses, hogy Bunyin lesz, vagy Ausztriában, mert egy időpontban van a kettő, de én úgy gondolom addigra 100%-os formát tudom nyújtani. És a második utam, összesen Técsi Laci.